szeretettel köszöntök mindenkit a mai járatunk fedélzetén, melynek útvonala nem más, mint Budapest-Korfu lesz. Ez egy Boeing 737-800-as és a malév színeiben fogunk ma repülni. Az idő tökéletes, augusztus 28-a van, lassan már a szezon végén járunk, de azért még egy Korfut le fogunk repülni, és egy remek nyári desztináció így a szimulátorban. Csomagok berakodása is folyamatban van, hogy ezt lehet látni. És így néz ki kívül a kis 737-esünk, amivel a mai utat teljesíteni fogjuk. Hamarosan indulunk a magyar fővárosból a közkedvelt görög nyaralóhelyre, Korfu szigetére. Az út körülbelül 1 óra 15 perces lesz. Az időjárási előrejelzések alapján megfelelő lesz repüléshez, úgyhogy megyünk be a pilóta fülkébe és készítsük elő a gépet az útra. Lehet látni, hogy a gép teljesen még alapkonfigurációban van, tehát nincsen felprogramozva még semmi, de a hálózatra már felcsatlakoztunk, ezért illik beállítani egy 2000-es kódot, illetve a Unicorn frekvenciát, a 122.8-at. Jó, és akkor elkezdem a gép rendszereit bekapcsolni. Most külön nem fogok kitérni, hogy melyik rendszer mi célt szolgál. Erre van már videó az interneten. Ha valaki kíváncsi rá, akkor nézze meg a repülési magasságunkat. Beállítom 37.000 láb, ez a kabinnyomás miatt szükséges. A leszállási magasság, tehát a pálya magasság az tulajdonképpen tengerszinten van, azért állítottam be 0 feet-et. Jó, következő az IRS-eket kell kicsit felizgatni, illetve a navigációs és egyéb kijelzőket el fogjuk hamarosan indítani. Tehát IDENT, itt lehet ellenőrizni az adatbázisokat, 1809-es AIRAC van a gépben, rendben. Repterünk, Reference Airport Budapest, megadjuk neki a GPS koordinátát, útvonal Company Route-ot használunk, Budapest Korfu, és a pályánk pedig a 31-es bal pálya lesz, a flight numberünk Malév 568. A repülési magasság tehát 37.000, a transition altitude 10.000 láb. Maradék üzemanyag a reptéren 4 tonna kell, hogy maradjon. Illetve, bocsánat, 3,8. A cost indexünk 36, ennyivel repült a malév. Direct temperature 52, nem sietünk sehova. Gép 75%-os terheléssel van. Tehát annyi a súlya, tehát 75%-on van a hasznos terhelés. A flaps az 5 fok lesz, a center of gravity 27,8, ez 4,3-es trimmet jelent, majd beállítjuk. Jó. Navigációs jelző működik. Kérünk egy időjárást, metert. Budapesten változó irányú két csomós szél van, kavoké 16 fok, a légnyomás 10-19, beállítom. És nem várható változás az időjárásba. Ezt a take-off page-re be is viszem. Vapor wind 0/2, slope, runway condition, a futópálya kondíciója az jelenleg száraz. 145 lesz a V2, az elhatározási sebesség pedig 141 csomó. Beállítom a robotpilóta kezelőfelületét,
kezdeti emelkedési magasságunk szokás szerint 7000 láb, a kurzus 308 fok. Headinget is 308-ra tekerem. Rendben, autobreak. RTO állásba kapcsoltam az ND kijelzőn kívánt adatokat, megjelenítem. Jelen esetben az airport, a forgalom van aktiválva. Csinálunk egy TCAS tesztet. Meg ezek a szimbólumok jelzik majd a forgalmat, ha lesz, de nem hiszem, mert ezen a korai órán nem szokott lenni. Tűzjelzőrendszer, cargo tűzjelzőrendszert is tesztelem. GPVS teszt. Ezeket célszerűen akkor lefuttatni. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Terrain. Pull up. Közben bezárom az ajtókat, ugyanis a csomag berakodás, illetve az utasok beszállítása megtörtént. Ellenőrzöm az üzemanyag szintet a két szárnyban lévő tartályba. 3,9 tonna üzemanyag van egyenként, illetve a center tankban is van még 1,6 tonna. 1600 kg üzemanyag. Jó, átfutunk mindent. A weather radar tesztet még lefuttatom. Ahhoz be kell kapcsolni itt a VXR feliratú weather radar módot. És akkor megnézzük, hogy működik-e. Go around. Wind shear ahead. Wind shear ahead. Wind shear ahead. Rendben, a radarral sem lesz gond. Amíg repülőgép az állóhelyen, illetve a felszállópályáig ki kell kapcsolni. Tehát az állóhelyen tartózkodik, a felszállópályáig ki kell kapcsolni a weather radart. Indulási eljárás 31-es bal pályáról a puszta forlima eljárás lesz. Most augusztusban változtatták meg ezeket az indulási eljárásokat Budapesten. És akkor meg kell nézni újra a felszállási sebességeket, mert ezek ilyenkor az indulási eljárás után törlődnek. Trim 4,3, azt beállítjuk. Oké. Okay. Megnézzük az overhead panelt. Az ajtók bezárásra kerültek. Indítom az APU-t. Illetve a fasten seatbelts és a no smoking signs bekapcsolom. Rendben. Indítjuk az APU-t, az EGT műszere fogja nekünk mutatni, hogy elindult az APU. Hogyha a mutató elkezd felfele kúszni, ez a kiáramló gáz hőmérsékletét méri a segédhajtóműnek, és ez alapján tudjuk, hogy működik, vagy nem működik. Egy kék színű visszajelző lámpa fogja nekünk mutatni, hogyha az APU bekapcsolásra kész. Fel is villant APU generátort, rátesszük a buszra, ezzel leválaszthatjuk a külső csatlakoztatású áramforrást, a generátort, és az összes többi extended powered légkondit le is csatlakoztattunk. Jó. Bekapcsoljuk a hidraulikát, illetve a többi üzemanyagpumpát. Majd lassan megkezdjük a hátratolást. Beacon, anti-collision lights on. Még egyszer megnézzük.
hogy minden adat be van-e táplálva, megfelelően, ilyenkor checklistát is kéne olvasni, de hát én most magamnak nem fogok olvasni. A jobb oldali kijelzőn is bekapcsolom. Megjelenítendő értékeket. Fly Director, illetve Elnav bekapcsolva. Jó, és akkor jöhet a hátra tolás. Tango 7 november fele fogunk hátra tolni. És a pushback traktor már érkezik is a géphez. A féket oldottam. Indíthatjuk a hajtóműveket is. Hátratolás pedig megkezdődött. Pexeket kikapcsolom. A bal motort pedig indítom. Indítom a jobb oldali motort is. Jobb oldali motor pörög. Pushback traktort lecsatlakoztatták. Hajtóművek elindultak. Fékszárny 5 fokra. Hajtómű generátorok bekapcs, APU-t kikapcsolhatjuk, PEX-eket, illetve nagynyomású levegőt most már a hajtóművektől tudjuk vételezni. Tehát APU off, start switches continues állásba, nincs semmi hibajelzés az overhead panelen, illetve figyelmeztetés. Fékszárny 5 fok, nem tudom miért csak 2-ig ment. Jó, most már rendben van. Minden be van állítva, úgyhogy gurulhatunk ki a 31-es bal pályához. És természetesen a taxi lights guruló fényeket bekapcsoltam. Hallani, hogy az APU leáll. Menjünk ki, Tango 7 novembernél.
237-es a malév színeiben az Alfa 2-es váróponthoz, 31-es balpálya várópontjához. Most hamarosan megkezdjük a felszállást. Ezt a festést sajnos már csak szimulátorban lehet látni. Hát, szép volt. Érkezünk az Alfa 2-höz. Strobe lights on. Transpondert meg kell kapcsolni. Weather radar egyébként. Nem is lenne rá nagy szükség most a weather radarre, mert az időjárás megfelelő. Kinézünk balra, nem érkezik senki leszállni. Jobbra is kinézünk. Pálya szabad, felgurulhatunk. Tíz, 12 csomós sebességgel nyugodtan fel lehet gurulni a pályára. Harminc egyes bal pálya azonosítva. Fényekbe. Minden rendszer rendben van, automatikus tolóerőszabályzó, bekapcsolom. Még egyszer egy utolsó ellenőrzés a műszereken. Rendben van. Óra indul, és felszállunk. Hajtóművek stabilak. Felszállási tolóerő beállítva. Más csomó. Autobréket kikapcsolom. És akkor a puszta for lima eljárás szerint repülünk. 7000 után, 7000 lábat keresztezve pedig nyomunk egy directet, keropra. Pedig Budapest. Egy kis turbulencia. Jó, megyünk keropra. Ott a háttérben látszódik a repülőtér. Ferihegy. És megyünk bele a felhőbe. Van egy kis turbulencia, dobálja a gépet. Nem vészes. Hideg front után vagyunk, az idő viszonylag tiszta, nem sok felhő van. A légnyomás megy standardre.
fényeket is kikapcsolom. Star switch is off. És gyorsítunk. 302 csomós sebességre. Ez az indicated airspeed, tehát a levegőhöz viszonyított sebesség. Az elején már lehetett látni, hogy megadtam a gépnek a cost indexet. Ez alapján repülünk 36-ossal. Nem nyúlkálunk bele. Nagyon szép idő van. És akkor emelkedünk a repülési magasságra, 37.000 lábra. Kerop, magyar kilépőpont, 65 mérföldre van tőlünk. Egyébként ezeken a malév gépeken még nem voltak wingletek, tehát a szárny végén azok a légterelők, melyek a csodálatos az idő, ezért szeretek ilyenkor reggel repülni, mert általában akkor kevés a gomoly felhő, nincs akkor a légköri labilitás. Az előre jelzések alapján Korfun is remek idő fog minket fogadni, bár a két, sőt három napja áthúzott hideg front, az most ott van görög szigeteknél, illetve Görögországban okoz nagyobb esőzéseket. Hát reméljük, hogy nem lesz gond. Ugye le is kérek egy metárt és elemezzük. Teljesen jó az utolsó 8 óra 20-as mérés szerint, tehát fél órája szélcsend volt, a látótávolság 10 km, gyenge felhőzet 3500 lábon és 23 fok van. Lesz ott ma 30 fok is Korfun, vagy még több. Úgyhogy még körülbelül egy órát fogunk repülni, és megérkezünk a Görög-szigetre. Jelenleg az Alföld fölött repülünk Kecskeméttől nyugatra. Hamarosan kifogy a középső üzemanyag tartályból az üzemanyag, már csak 160 kg van. Ilyenkor ezt az overhead panelen találtok két kapcsoló segítségével ki kell kapcsolni, illetve ki kell iktatni ezt a két üzemanyagpumpát. A gép erről majd egy figyelmeztető jelzést is fog küldeni. Majd, hogyha a középső tank kifogyott, utána a két szárnyban lévő tankból, üzemanyagtartályból fog fogyasztani a gép. Ezt minden esetben így kell konfigurálni. Na, még 120 kg van benne. Csodálatos az idő. Jelenleg turbulencia mentes. És van egy 24 csomós, majdnem hátszelünk. Így van, meg is jött az üzemanyag, illetve a figyelmeztető jelzés fuel. Master caution. Megértettük. Low pressure, tehát alacsony nyomás a középső tartályokban. Ilyenkor ezt a kettő kapcsolót kikapcsoljuk. És középső üzemanyag tartály szivattyújait kikapcsoltam. Most már a szárnyakból fogyaszt. Úgyhogy következik az út unalmas része, ahogy szoktam mondani. Az en-route, az utazási magasságon történő repülés. Elég gyenge a forgalom ebben a reggeli órában itt a hálózaton. Ráadásul keddi nap van. Valószínű irányítás sem lesz. Most lépünk ki az országból, Magyarországról. Keropnál.
fokozó magasságon, 37.000 lábon repülünk Montenegró felett, 3 mérföld múlva belépünk az albán légtérbe, és nem sokára felprogramozzuk az érkezési eljárást. Az idő még mindig tökéletes, bár itt Montenegró felett van némi felhőzet, alacsony szintű felhőzet, az a jellemző, de ez sem vészes. Most pedig már az albán légtérben repülünk egészen Griba pontig. Ez egy 121 mérföldes szakasz. Fel is programoznám az érkezési eljárást Korfura. A 35-ös pályára érkezünk a VOR Victor szerint. A Pitas 2 Alpha érkezési eljárás szerint Golf Alpha Romeo tranzícióval. Gyakorlatban úgy néz ki, hogy Pitas után rárepülünk Golf Alpha Romeo-ra. Ez konkrétan a repülőtér. Repülőtéren elhelyezett VOR jeladó. Majd onnét 144-es trekken kirepülünk 9 mérföldet, közben süllyedünk 2900 lábra, majd jön egy jobb forduló, amit maximum 185 csomós sebességgel lehet végrehajtani, és 344-es irányon pedig rárepülünk, illetve megközelítjük a pályát. Missed approach altitude 3500 láb lesz, egy missed approach esetén pedig Kerkira, VOR-ra repülünk, esetleg ott várakozunk. Hát reméljük ilyenre nem kerül sor. Meg is mutatom akkor, hogy hogy néz ki az eljárás. Step, tehát itt van a Golf Alfa Romeo, nem tudom mennyire lehet most látni. Hát ennyire. Na innét kell kirepülni 144 fokon, 9 mérföldet. De 9 mérföld, majd jobb fordulóval behozzuk pályairányra a gépet, tehát így néz ki. Még 181 mérföld van hátra az útból. És nem egészen 40 mérföld múlva pedig kezdjük a süllyedést. 0,79 Mach-kal repülünk, van egy nagyon jó hátszerünk. Ez egy 498 csomós sebesség a földhöz viszonyítva. Igen, elég szépen lehet haladni. Ezek pedig már itt az albán hegyek. Kicsit azért párás az idő, nem az a szép tiszta. Bekapcsolom a seatbelt sign-t. Hamarosan süllyedünk. FMC message meg is jött, és akkor beállítjuk 4500-ra. Ha jól emlékszem, akkor 4500, így van. Verical speed, majd VNAV, és a gép mindjárt elkezd süllyedni. Ez beállított 4500 láb, ez a Golf Alpha Romeo VOR keresztezési magassága, átrepülési magassága. És akkor itt Albánia felett már kezdjük is a süllyedést. Thank you.
ott a háttérben még kicsit messze lehet látni, az pedig már Korf szigete. Igen. De hamarosan meg is értem. Láb alá érkezünk, és ugye 10.000 láb alatt maximális sebesség a gépnek 250 csomó lehet. Ugyan a gép az tudna többet, de a szabályok szerint 10.000 láb alatt csak 250 csomó, illetve annál kevesebb, illetve kisebb sebességgel lehet csak repülni. Pitász ponthoz érkezünk, 4 mérföld, ez az első pontja a érkezési eljárásunknak, majd Pitesz után repülünk Golf Alfa Romeo-ra, ami 18 mérföldre van innét. Itt pedig Korfu szigete látható. Már amennyire látható a felhőzettől, hát sajnos most ez ilyen. Start switches continues állásba. Tehát ez itt Korfu. Csökkentem a sebességet. Az ott előttünk Korfu repülőtere. Tudom, mennyire látszik. Itt előtte van egy ilyen hajókikötő is. Ha ebből az irányból jövünk, egyébként egy ilyen hurkot fogunk csinálni. Úgyhogy a kurzust be is állítom, 3.43. Két oldalit, tehát ez is 3.43-ra megy ki.
illetve a kirepülési irány pedig 144 fok lesz. Ezt meg tudná csinálni a robotpilóta is, de most kézzel fogjuk lerepülni. Tehát itt van a Korfui repülőtér előttünk, illetve alattunk. Így néz ki. Itt van Korfu a repülőtérrel, illetve azzal a kis öböllel. Távolságmérő méri, hogy 2 mérföldre van Golf Alfa Romeo, majd amikor elérjük Golf Alfa Romeo-t, fordulunk 144 fokos irányra. Az most fog bekövetkezni, és süllyedünk tovább 2900 lábra. Ezen az irányon repülünk egészen 9 mérföldet. Légnyomásunk 10.009. Van egy kis szél, 170/4. A hőmérséklet pedig már 26 fok. Spoilers aren't. Sebesség megfelelő, magasság is. Fordulás szögét is beállítottam, jelenleg 15 fok. Sípszó jelzi, hogy 1000 lábon elérjük a kívánt magasságot, a beállított magasságot. 8,7. És fordulunk 3.43-ra. Csak nagyobb bedöntés kell. Ezt ezzel a kapcsolóval tudom szabályozni. Sebesség megfelelő, pálya előttünk, összes fény mehet ki. Hamarosan lekapcsolom a robotpilótát. Pálya előttünk. Automatikus tolóerőszabályzót már lekapcsoltam. És a robot is kikapcsolva. Megy ki a futó. Fék szárny. 2500 lábon vagyunk. Ezeröt lesz a missed approach. Terrain, pull up. Igen, a hegyekre figyelmeztet.
pálya. Repülőtér. Csinálok egy látás szerinti megközelítést. Ugyanis az idő, az időjárási körülmények ezt lehetővé teszik. 1000. Egy vitorlás is kint a vízen. És lent is vagyunk. Vagyunk leszállás utáni teendők. Épi út is elindítjuk. És itt pedig kimegyünk ezen a Bravo gurulóúton. És a Gate 1 lesz az állóhelyünk. Fly Director-t is lekapcsolhatjuk. Hölgyeim és uraim, megérkeztünk Korfura. Az egyes parkoló helyre. Balév Boeing 737-800-as gépe megérkezett Korfura 1 óra 15 perces repülés után. Az út során minden rendben volt, az út elején volt egy kis turbulencia, igazából nem zavarta
repülést túlságosan. Monit 745, contact air 181, szevasztok, jó kérdés. Van itt Ramali 745, és az utolsó Malév járat személyzete nevébe köszönjük a több évtizedes együttműködést, elbúztak. Mi is köszönjük, hogy pedig nyitom. Reméljük valami más név alatt. Az út teljesítve, remélem, hogy tetszett a videó, találkozunk. Hát sajnos nem tudom, hogy mikor, de próbálok minél előbb új videót összedobni, amint időm ezt engedi. Mert hogy a következő már egy ilyen hosszabb repülésről lesz. Ez már régen volt. Úgyhogy én megköszönöm a figyelmet, további szép napot mindenkinek, sziasztok!